Remélem nem okozok majd csalódást senkinek, bár hát az az igazság, hogy egy kicsit be vagyok rekedve, és hangom is alig van. Ráadásul ez az állapot már több mint 70 év óta tart. Nem sok remény van a javulásra. A 2009-es és 2015-ös év után idén újra Szikszúra látogatott a Miskolc Illés Emlékzenekar, melynek tagjai a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is egy különleges sztárvendéggel látogattak el a Szikszúi Inkubátorházba május 20-án. Az este programja Bródi János közel egy órás önálló műsorával kezdődött. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas művész előadásában több olyan legendás dal is elhangzott, mint például a Mama kérlek, vagy az Egy hétig tart egy szerelem, melyek könnyeket csaltak a nosztalgikus hangulatba került közönség szemébe. Bródi János szóló előadásán kívül a 10 éve fennálló Miskolci Illés Emlékzenekarral is színpadra lépett, a kiváló hangulatú multidíző klub találkozón pedig természetesen dedikálásra is sor került. Amit nagy tisztelettel és szeretettel most átadni.
kioktattak a kollégák, a szakemberek, hogy a lányoknak páratlant, a férfiaknak páros számú sárga rózsát illik adni, úgyhogy két szál sárga rózsával is sok boldog születésnapot.